Szeretettel köszöntöm a webinárium valamennyi résztvevőjét. Egyházi bíráskodás a középkori Kelet-Közép-Európában címmel tartom meg előadásomat. A cím pontos megértéséhez tudni kell, hogy a középkori Európa sem jogi, sem politikai szempontból nem kelet-nyugati osztatú volt, hanem sokkal inkább északi és déli régiókra tagolódott. A korabeli szóhasználat ezt leggyakrabban az Alpoktól délre és északra elterülő pozíciókra utalással definiálta. Egyértelmű, hogy ez az antik római birodalomhoz és annak jogi kultúrájához való tartós viszonyulás kifejeződése volt. Az úgynevezett Latin Európának, vagyis a római egyház által szervezetileg is uralt területeknek, északon a skandináv országok, délen Szicília, nyugaton az Ír-szigetek, keleten pedig a magyar és a lengyel királyság alkották a határait. Ezen belül nyugatról kelet felé haladva természetesen az általános fejlettségi viszonyok tapinthatók voltak, de éppen az egyház szervezet bíráskodási mechanizmusa a legjobb bizonysága annak, hogy kategorikus és szignifikáns különbségek Európa keleti és nyugati országai között nem alakultak ki. Itt ennek a térségnek kelet-középső szegmensében is az általános európai intézményeket találjuk, persze sok helyi specialitással. Az észak-déli osztat leginkább az egyházmegyei bíróságot vezető tisztségviselő státuszának különbözőségében ragadható meg. Míg északon az officialis, délen a vicarius vezette az egyházmegyei fórumot. Ez az eltérés természetesen nem csupán terminológiai kérdés volt, a különböző megnevezések mögött némileg eltérő hatásköröket is felfedezhetünk. A fejezetünkben bemutatott országok mindkét régió modelljére példát szolgáltatnak. Míg a bajor és a lengyel egyházmegyék officiális bíráskodása alatt állottak, Magyarország a dél-európai vikáriusi bíróságok rendjébe tartozott. A különböző modellek között azonban hasonlóságok is kimutathatók. Kitűnt például, hogy a magyar vikariátusok és a lengyel oficialátusok a középkor végére nagyon is hasonló intézménnyé fejlődtek. Mindkettő élén, függetlenül a különböző elnevezésektől, olyan személy állt, aki egyszerre volt a püspök egyházi közigazgatási ügyekben illetékes általános helynöke, és a püspök nevében eljáró állandó bíró, idézett volt Erdő Pétertől. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az salzburgi érseki szék bírója, az officialis egyben az érsek általános helynöke is volt, látható, hogy az északi és déli modellek a valóságban igen színes képet mutatnak. A szentszéki bíráskodás súlypontja az egyházmegye volt. A IV. Lateráni zsinat 1215 rendelkezései nyomán megszilárdult az a joggyakorlat, hogy az általános hatáskörű és leggyakrabban első fokon eljáró bíróság a püspöki szentszék. Az egyház szervezetében a legmagasabb lelki hatalommal rendelkező, az apostolok utódainak számító püspökök súlya a gregoriánus korban jelentősen tovább nőtt. Természetesnek tekinthető tehát, hogy mind az egyházi törvényhozásban, mind a törvénykezésben kiemelkedő szerepet játszott. A püspöki szék volt a szentszéki bíráskodás letéteményese, az alacsonyabb fórumok innen nyerték eljárási joghatóságukat. Magasabb fellebezési lehetőséget kínáló fórum lényegében csak a római kúria, a Sacra Rota Romana volt, amelynek okát a katolikus egyház hierarchikus rendszerét ismerve nem szükséges bővebben magyarázni. A püspöki szék, az officialátus, kialakulásának kezdetekor a püspök személyesen bíráskodott, majd csak a 10. századtól vette át ezt a feladatát a főesperes, mint helyettese, vicarius episcopi. Az általa gyakorolt tevékenységet a Zentgerichtsbarkeit kifejezéssel jelöli a német szaknyelv. E szék tevékenysége eredetileg helyettesítő funkcióját kinőve önállósodott, jurisdikció propriáit ordinária lett. A 12. században gyorsan erősödő egyházi bíráskodás megteremtette az igényt arra, hogy a püspök kifejezetten tanult, arra alkalmas szemét kizárólag a bíráskodásra nevezzen ki, ő lesz az officialis. Általános felfogás szerint az első állandó egyházi bírák a 12. század utolsó évtizedeiben kezdték meg működésüket,
Franciaországban, Reinsben. Voltak éppen a pápai küldött bírák, a Judices delegáti intézményének továbbfejlesztése volt ez. Reims érseke ugyanis pápai legátus volt, így egyszer mint pápai Judex delegátus. A 12. század második felétől érzékelhetően megerősödött a delegált bírák tevékenysége, akik egyre gyakrabban a jogtudók, a jurisperiti közül kerültek ki. A küldött bírák hivatala a 13. századra intézményesült, viszont általában egyes bírákat jelentett. A Judices kifejezés ezután lényegében magát a hivatalt, a bíróság intézményét jelölte. Nagyobb püspökségekben megfigyelhető, hogy a küldött bírák intézménye az állandósult szentszékek kialakulása után sem szorult háttérbe, hanem bizonyos részint területi, részint ügyköri feladatmegosztásra került sor a kétféle egyházi bíróság között. Következzen Bajorország. A püspöki bíráskodás németországi gyökerei a frank korban nyúlnak vissza. A frank birodalom területén kialakult egyházmegyék püspökei a kor szokásai és előírásai szerint rendszeresen járták tartományukat, ez volt a vizitáció, mert a kevés számú főpásztorhoz óriási területek tartoztak. A rendszerint évenként megtartott vizitáció kettős célt szolgáltak, egyrészt ellenőrizték a püspökök az alsó papság tevékenységét, ez volt a szoros értelemben vett vizitáció célja, másrészt a környék világi gonosztevői ellen is felléptek egyházi büntetések kiszabásával. A püspök nem egyedül, hanem legfontosabb segítői, főesperesek és még sokan mások népes társaságában utazta be egyház megyéjét, és ebből a vándorbíráskodásból fejlődött ki a csak a német jogfejlődésre jellemző előbb már említett Zentgericht intézménye. A középkori bajorországi egyházi bíráskodásról szólva nem lehet megkerülni a bajor jelző értelmezését. A kifejezés ugyanis nem pontos, főleg nem a mai viszonyokat illetően. A középkori Bajorország nem volt azonos a mostanival, sem politikai, sem egyházi szempontból. Egyházszervezeti tekintetben a bajor törzs területeken megszervezett püspökségek, Freising, Passau és Regensburg, a szintén ide számító Salzburg érseki tartományába illeszkedtek, és az egész középkor folyamán ott is maradtak. A bécsi püspökség csak 1469-ben jött létre, akkor is csak a városra kiterjedő joghatósággal. Így bár Salzburg a 14. század elejétől mindinkább eltávolodott az ősi bajor politikai szervezeti rendszerektől, és a gyorsan erősödő Ausztria főegyházmegyéjévé lett, megmaradt az eredeti bajor egyházmegyéket összefogó provincia székhelyeként. Ennek folytán a bajor jelző használata indokoltnak tűnik, mert az egyháztörténeti szempontú megközelítés számára az egész korszakon át a salzburgi érsek volt a terület metropolitája, ami a szentszéki bíráskodás rendszerében teljes következetességgel érvényesült is. A salzburgi központú bajor egyház keleti irányú terjeszkedésének fontos fejezete kapcsolódik az avarok hanyatlásához. Odiló bajor herceg az avarok felett aratott győzelme 743, után a karantán szlávokat vetette uralma alá. Az erőteljes misszió eredményeként számos új egyházat alapítottak, de a megújuló pogánylázadások újabb hadjáratot tettek szükségessé, ez 772-ben történt. A folytatódó térítés eredményeként nem csak a keresztény hit és az egyház szilárdult meg, hanem az eredetileg szláv lakosság is germanizálódott. A salzburgi egyház missziós tevékenysége 796-tól északon már egészen a bécsi medencéig terjedt, Bécs legrégibb temploma, a Ruprechtskirche is a salzburgi misszióra emlékeztet. Az avarok újabb veresége, 798, további lendületet adott a terjeszkedésnek, ezért püspököt küldtek Pannoniába. Itt azonban illetékességi viták keletkeztek a passaui és az aquileai misszió között, úgyhogy Nagy Károlynak kellett intézkednie. Elrendelte 811-ben, hogy Salzburg és Aquilea osztozkodjon Karantánia fölött, valamint hozzájuk tartozzon még a már 796-tól ténylegesen felügyelt alsó Pannonia, míg Passau kapta a Duna két partját, Morvaországig, Tulln és Bécs, felső Pannoniával bezárólag. Liupram érsek
alatt különösen sikeres volt a salzburgi expanzió, tevékenységük keleten egészen a Balaton felvidékig éreztette hatását. A salzburgi misszió azonban Pannoniában összeütközésbe került az ott sikeresen tevékenykedő bizánci misszionáriusokkal, Cirill és Metód személyében, akik már akkor szláv nyelven miséztek. Amikor II. Hadrián pápa Metódot, a szlávok apostolát Pannonia érsekévé emelte, a salzburgi metropolita arra kényszerült, hogy támogassa ezt a keleti missziót. Szó sem volt azonban barátságról vagy igazi együttműködésről. Szent Metódot, érseki rangját nem tekintve, az Adalvin salzburgi érsek elnöklet alatt ülésező regensburgi tartományi zsinat 870-ben 3 évi kolostorfogságra ítélte. Néhány évtizeddel később, a magyarok megjelenésével végleg és teljesen kiszorult a salzburgi misszió a Kárpát-medencéből, különösen miután a Pozsonynál elszenvedett katasztrofális vereség alkalmával 907-ben Teotmár salzburgi érsek és Zakarius zébeni püspök is elesett. A keleti térítés összességében mégis nagyon sikeres volt, az Alpok keleti térségének latin egyházi kultúrája megteremtésében kétségkívül oroszlán részt vállalt a salzburgi misszió. A bíráskodás szervezete Salzburgban. A kánoni jog terjedésével a professzionális bíróság megjelenése Salzburgban sem váratott sokáig magára. Mi több, bizonyos türelmetlenség is megállapítható e téren, mert a kívánt célt mielőbb elérendő, ismeretlen személyek az oklevél hamisítástól sem riadtak vissza. Az első ilyen dokumentum 1139-ből való, és eszerint minden a salzburgi érsekhez érkező fellebbezés elintézésére a dómkáptalan jogosult. A hamisítvány első Konrád érsek állítólagos rendelkezésére hivatkozott, amely lényegében a teljes fellebbviteli bírói joghatóságot e testületre ruházta. Tény, hogy a káptalan előjárója, a domdékán a 14. század kezdetétől fokozódó súllyal vett részt a jogszolgáltatásban. Az oklevelek úgy említik őt, mint Judex a reverendissimo archiepiscopo salzburgensi deputatus. Saját bírósági pecsét használatra 1292-től van adat. Az önálló egyházmegyei és érseki oficialátusz kialakulása a 13. század első évtizedeire tehető. A bírák neve officialis curiae et vicarius in spiritualibus generalis ecclesiae salzburgensis volt. A rendes és állandóan ülésező egyházmegyei, itt érseki bíróság megszervezésére Salzburgban is a németországi püspökségekhez mindenben hasonló okok vezettek, az érseki hivatal teendőinek hatalmas arányú megnövekedése, a jogi szakképzettség szükségessége, valamint a hivatali és eljárásjogi változások. Az egyházmegyei bíróság első emberét jelölő megnevezés, az officialis kifejezés Salzburgban elég korán megjelent, a 12. század végén világi hivatalnokokra alkalmazva. A legrégibb olyan említése azonban, ahol valóban egyházi szakbíróról van szó, a 14. század elejéről való. Petrus Duranti pápai nuncius intő levelében szereplő tanúk egyike a salzburgi domdékán Órich, aki magát, mint officialis et vicarius in spiritualibus említi. Térjünk át Lengyelországra. A lengyel egyház történetének kezdeteiről szólva kijelenthető, hogy a 13. század elejéig az államhatalomnak erősen alárendelve működött. A világiak részéről végzett investitúrát ugyan az apostoli szentszék kezdeményezésére viszonylag elég gyorsan megszüntették, és megvalósították a kánoni püspök választást, de az egyház bíráskodási kiváltságának, a privilégium fórinak érvényesítését az egyház csak igen későn tudta elérni. Ezért eleinte az egyházi bíráskodás fejlődésére is csak kevés lehetőség nyílt. A klérus gazdasági és bírósági immunitásának első nyomai Lengyelországban a 12. században bukkannak fel. Ennek a századnak a végétől már működnek a főesperesek. Erik Kittlitz nyeznói érsek idejében különböző zsinatokon, főként 1215-ben Wolbozban érvényre jutott az egyházi bíráskodás immunitása. Lengyelországban az officialis első említését Jakab pápai legátus, a későbbi 4. Orbán pápa statútumaiban olvassuk, amelyet a Breslauban tartott tartományi zsinaton bocsátott ki 1248-ban. A 10. kánon szerint
amely félreismerhetetlenül IV. Ince pápa Romana Ecclesiae című konstitúciója egyében fogant, minden püspök köteles székhelyén egy virum utique literatum providum et discretum officiális feladatainak kinevezni, aki az officiális feladatait végzi, aki a püspöknek föntartott ügyeket leszámítva a bíráskodást végzi, és alkalmasint kiszabja a szükséges büntetéseket. Megillette az önálló pecsét használatjoga. A fellebbviteli fórumok megjelölése is mindenben követi a pápai bulla intencióit. Ennek a rendelkezésnek azonban nem volt sok foganatja, mert később, 1267-ben egy másik pápai legátusnak, Guido kardinálisnak, az ismét Breslauban tartott zsinaton újból föl kellett szólítani a gyeznói érseket, hogy gondoskodjon az egyházmegyékben az officialátus betöltéséről. Krakkóban 1285-től működött igazolhatóan szentszék. És 1267 után fokozatosan a többi egyházmegyében is megkezdték a munkát a hivatásos egyházi bírák. Lengyelországban szoros összefüggés mutatható ki az egyházmegyei bíróságok felállítása és a bíráskodási kiváltság megszerzése között. A nevezetes 1267. esztendőt követően az officiális meglehetősen gyorsan a szentszéki bírósági szervezet élén álló állandó tisztségviselő lett. Ebben az országban az officialátuszok bevezetésével kapcsolatban a püspökök és a főesperesek közötti vetélkedés nem játszott szerepet, a német egyházmegyékben jellemzően ez volt a helyzet. Ebben talán szerepet játszott az is, hogy a lengyelországi egyházi bíróságok megteremtésén erélyesen munkálkodó pápai legátusok, Jakab és Guido is franciák voltak, így a francia mintákat közvetítették. Ennek egyik igazolása lehet az illetékességi körök hasonlósága, az akták vezetésének rendje, a pecsét használat, a fellebezés rendjének kialakítása, sőt, még talán az a gyakorlat is, hogy az officiális hivatalát csak egy évre nyeri el, ezért hivatali esküjét évente meg kellett újítani. Magyarország. Az első király dekrétumok rendelkezései és az okleveles források mind azt mutatják, hogy hazánkban a királyi hatalom és az egyház szoros együttműködése valósult meg. A keresztény egyház parancsainak, mint a szentmise, gyónás, böjtölés, tizedfizetés, stb. Érvényesülését az uralkodó szavatolta, cserébe a klérus határozott támogatását élvezte. Az egyház tagjai Magyarországon megbízatásaikat a törvényhozótól kapják, ám ezeket a canonum institutiones, vagy mandáta szerint gyakorolják. Szent István első törvénye, a 13. kaput, jól megvilágítja a világi, a királyi és az egyházi bíráskodás viszonyát. Az egyházi parancsok megsértőivel szembeni eljárások per disciplinas canonum a püspöki szék elé tartoznak, eredménytelenség esetén a vétkes a király törvényszék elé kerül. Hasonló az eljárásrend a boszorkányokkal szemben is, a strigákkal szemben, ahol elsőként a plébános előtt felel a bűnös, a megáltalkodott szemét azonban végül átadták a világi bíráknak. A korai magyar állam kánonjoga a Gracianus előtti idők viszonyait idézi, és számos hasonlóságot mutat az egykorú angol száz törvényekkel, melyek tartalma erősen kapcsolódott az akkor, tehát Európában széles körben elterjedt vezeklési könyvekhez. Az egyház bíráskodási kiváltságának korai emlékeit már első királyunk Szent István törvényeiben megtaláljuk, tartalmilag a mainzi zsinat határozatait ismétlik, mely szerint a világi bírák csak az egyháziak után következnek. A justitias faciendas juxta precepta legis divine. A 11. század második felében Szent László törvényei drákói szigorral büntetik a magántulajdon megsértőit, köztük a klerikus elkövetőket is. Alacsonyabb értékre elkövetett lopás, tyúk, liba, gyümölcs egyházi tettesét előjárója büntesse meg, súlyosabb cselekmény tettesét azonban degradálni kell, majd átadandó a világi bíráknak. A király bírói hatalma tehát az egyháziak irányában is megnyilvánult, de az eljárás rendben prioritást élvezett, főleg kisebb súlyú ügyekben az egyház belső bíráskodása. A király elnökletével megtartott szabolcsi vegyes zsinaton 1092-ben a cölibátus kérdéseivel is szembenéztek. A határozatok szerint a papok első és törvényes házasságukban megmaradhatnak, de második vagy további asszonyaikat, továbbá özvegyasszonyt vagy elvált nőt el kellett bocsátaniuk. A magyar királyok az investitúra harcban a pápaság oldalára álltak,
ami nem akadályozta meg természetesen, hogy az 1180-ban kiadott pápai törvények akadálytalanul érvényesülhessenek a magyar egyházfők irányában is. Az erős pápai befolyás érvényesülését Magyarországon tovább fokozta az a körülmény, hogy a pápai hatalom harmadik Ince és harmadik Honorius pápával akkor került csúcspontjához, amikor Magyarországon éppen gyengekezű, sőt könnyelmű királyok kerültek trónra. Jellemző a kánonjog hazai érvényére, hogy IV. Béla királyunk ugyanabban az oklevélben, amelyben a Jakab pápai legátus által túlzott mértékkel alkalmazott kiközösítések miatt panaszkodik, kívánságát is megfogalmazza. Ut nos et regnum nostrum jure communi et sanctorum patrum institutionibus regamur. Unokája IV. László uralkodása alatt Róma és Magyarország között nyílt kenyértörésre került sor. Mivel az ifjú király hatalmát a röviddel korábban az országba betelepült, de még pogány szokások szerint élő kunokra alapozta, akik az ország népének és az egyháznak egyaránt súlyos károkat okoztak, ismét egy pápai legátus kapott parancsot az egyház jogainak helyreállítására. Fülöp fermói püspök volt az illető, aki a Budán tartott zsinaton 1279-ben, és az ott született rendelkezések ugyan sok tekintetben nem teljesültek, mégis jelentősnek mondható az ő tevékenysége. Válaszul a legátus a királyt egyházi büntetéssel sújtotta, az országot pedig interdiktum alá vetette. A kánonjog elfogadott érvénye tehát teljes súlyával érvényesült. A 14. század elején Gentilis pápai legátus tevékenysége alapozta meg a magyarországi egyházi bíráskodás szervezeti fejlődését. A kánonjog legkiválóbb külhoni szakemberei tevékenykedtek hazánkban az 1308 és 1311 közt lefolyt perekben. Az egyházmegyei bíróságokat jellemzően a püspökök vezették, akik leggyakrabban a kánonjoghoz valóban értő jogtudók segítségét vették igénybe. A fáradtságos és jogi szakértelmet kívánó feladatkört igen gyakran delegálták más tisztségviselőkre. Magyarországon a 14. században általánossá válik, hogy az egyházmegyei bíró tisztjét a püspöki helynök, a vikáriusz tölti be, és ez szilárdan megmaradt az egész középkoron át. Nálunk az officiális a világi birtokok jószágigazgatóját jelölte, és csak a pápai levelek alkalmazták formulaszerűen a szentszéki bíróra. Kijelenthető, hogy Magyarország ezzel egyértelműen a középkori egyházi bíráskodás déleurópai, azaz a vikáriusi bíráskodás modelljéhez csatlakozott. Ez a rendszer azt hozta magával, hogy a püspök általános helynökéül mindig kánonjogban jártas klerikus nevezett ki. Esztergomban például a 14. században leggyakrabban egy kanonokot a püspöki székek mellett rendszerint egy főesperes neveztek ki. A 15. században ezt a bírót vicarius in spiritualibus, sőt olykor vicarius in spiritualibus et causarum auditor generalis elnevezéssel említik. A 14. század közepétől nagyjából kialakult az az ügykör, amelyekben a szentszékek jártak el Magyarországon. Ide tartoztak az eretnekség megítélése, házassági ügyek, női különjogok, egyháziak és nők bántalmazása, szüzek és asszonyok sérelmére elkövetett nemi bűncselekmények, házasságtörések, végrendeletek. Különösen a birtokviták jelentettek problémát, mert a nemesi birtokjogokban a király háromlási joga, a jus regium is benne rejlett, ezért az ilyen ügyekben való szentszéki illetékességet a világi jog rendre tiltotta, de a női különjogok vonatkozásában számos perbeli cselekmény elvégzését jogszerűnek fogadta el a magyar jog.